Az én viszonyom a formával, a fénnyel, az árnyékkal, a felületi struktúrákkal, az a fajta reflexió, hogy én az egyik munkán keresztül gondolok a másik munkára. Tehát ez azt hiszem az egész munkámnak, az én alkotói munkamódszeremnek az egyik rezüméje. Maga a technika, úgy érzem, hogy a sajátom most már, a kézjegyemet hordoz a mindegyik munkám, mivel hogy konstruktív geometrikus világban élek, de egy hagyományos képzőművészet is tudja mondani, hogy ezt akkor egy összefán. Ez a kettőség, hogy én nem mondok le arról a festői effektusról, ami területeken megváltozva, ezért ezt a két világot összevéve a véletlennek és a tudatosságnak kapcsolatát feszegettem itt, és így egészen véletlenül kialakult egy olyan sajátos technika, hogy én a monokrom felületet megdolgozom egy kollázs technikával, és utána azt festem. És ezek a finom kis nüanszok, a papír vastagságának a különbségei adják meg még az a felületi pirinyok is fényárnyékot.